Tisztelet a bányász szakma, jó szerencse áldás lengye át, bárha napfényt oda lennem kapna, lőni mágyát mégis a hazát. Zordon bércek bányász gyermekének, szeretettel nyújtalak kezet. Zordon bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtanak kezet. Éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká a bányászat. Éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká a bányászat. Zordon bérceg bányász gyermekének, szeretettel nyújtanak kezet. Éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká a bányászak. Éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká, éljen soká a bányászak. Melyik a lőjőző alatt? Mondom, hallom, hogy szép felnőtt, hagyd egy fűrészt a vágyat. Bányász a szotyi. Igen. Bálinka a szotyi. Gyertek ide, aztán most ő vesz nekünk. Én ide, mi a készülék ugye áll egyszer egy orrcsipeszből, egy csutorrészből és egy fejre akasztható részből, amit most megmutatjuk. Hát ugye értelemszerűen kell fölvenni a készüléket a szűrővel lefelé, mert ha fölfelé, akkor egy-két bakis helyzetben nem biztos, hogy látunk. A készüléket, ha bekapjuk, a csutorát ugye, amikor bekapjuk, az ajkak és a fogak közé kell behelyezni. Ráharapni, egy erőteljes kilégzéssel jó kezdeni, mert kicsit poros lehet belőle készülék, hiába steril ugye. Utána ugye orrcsipeszt fölrakjuk, és nyugodt léptekben elindulunk a friss levegő irányába. Hogyha valakinek abszolút nem megy, akkor alsó porzsákot még le lehet venni. Nem, 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 nem. Igen, jó lát, ezt most van. Jó szerencsét! Na, akkor jó szerencsét! De miért lassan fogunk mondani, nem kell félni, csak meg a kanyar be kell először venni. Van egy kis kanyar. Kitérő van, olyan jó. Hát egy ilyen kereszt létsz, ami látszik ilyen traversz, amit úgy hívnak, ez 3 méterenként van, 100 ilyen van. Normál esetben 40 másodperc alatt leérünk. Most 20 lesz, mire leérünk. Nyelni nagyon gondol valakinek bedugul a füle, hogy lényomás különbségtől van. Vagy ásítani jó nagyokat.
Ugye jön a kanyar, nem kell izgulni, azért fékezett. Szevasz, Pubica! Mindenki ülj, majd álljunk meg, jó? Tegyük össze a lépet. Lábát mindenki kapcsolja föl. Nem hol a baj, a fogunk mindig, de sokkal jobb van. Nem a fejös. Igaz, hogy kényelmetlen, de nektek is nagyon négy hátra kell nézni, más nem kell kivegyezni. Szóval a mögöttünk belőle, hogy sikerült. Négy dimenzió több nem kell. Ebben a sorban körülbelül legkeres műzatartók. És azért kellett ilyen erős korámat építeni, hogy föl ne borítsák, úgymond az emberek, hogy kiszállás ideje alatt. 60-500 ember állt. A sorozó kezdődők egyáltalán, és itt volt a sor lépő egyáltalán, hogy ilyen szemek át nézni, jól van. Egyébként. Nagyon erős, nagyon okos gép. Gyere, Rika! Mert akkor a lényeg más, hogy az ajtó kúrja a levegőt. Vagy, ja, homokos vagy te, ja. Bányászánytól. Nézd! Még a fogad is. De jó. Baszki. Gabi, állj meg ott az elején! Úgyhogy ennyi a... Ennyi a bánya. 5000 műszakban nézi, aki sajnálja az elérődött. Szia, Keszi! Szépen nézzünk ki, mi? Ez a bánya. Ugye az Enes. Aki kerülnétek mi a fehérek, mert mi vagyunk feketén, ők korozták fel! Megjöttünk! Ne az őzök hátunk! Elég! Hé, Pimpite! Azért a mosdonyon nem szoktál így kinézni. Hát a csapatra járok, akkor igen. Várjál, meg kell villan. Ennyi. Válogató, itt válogatják szét a hulladéket. Egyébként ő húzta le a balbeját, így is el kellett tudolgó menni. Ez csak egy ilyen jó, hogy tudod, hogy véletlenül félre lépsz.
kiállítások történik. Nem most rájuk az hátrébb, nem itt. Laci? Itt vagyok, Robi. Oké. Okay. Hol vagy, mert nem látlak. A pofában nem világít. Nevet! Merülő mászokban. Neked van, neked is van.
támasztásban. Lóvi, meg legyen tudva, szép szürkének, jó Lóvi. Nem lesz úgy, hogy Lóvi vagy meg. Na, sziasztok! Cső! Amikor kanat megemeled, ezt a durva port annyira vágt a szembe, hogy... Azért van a védőszer, amit használ a bányászat, és nem fáj neki. Igen. Itt sem volt az időben, meg nem tudtam. Ezt csinálja az időben, mint lát. Meg ezt hiszi a verdők, ami néz rá. Szia bácsi! Szia! Hol kentétek így ezt a nagyot? Hetes vágat! Ahhoz tetszett a nagyot! Nagyon vagy is kerestem volna, hogy ezt kerestem! Ez jó volt, te itt a táskába! Akkor viszont a kacatba megy innen! Hogy omoljon szét, nem ilyen kell? Egy idő után szétmaszott egy kár. Csak kisebb is elég. Ja, de igen, hogy azt jól egy méter úgy szemben a kvadrán. Legyen vas, akkor tudom mennek. Szár, kéz, kéz. Egy jobb keres. Keszek, tudod kinek az unoka húga? Vára föl. Engedem, dob le. Vagyunk? 550. A legmélyebb pontunk. Minusz 279, az hiszem, 74. Menjetek beljebb nyugodtan. Na, nincs arra ide mindig. Memo! Jöttél, nem fogod az elejét, hogy meddig mehetek? Hát... Hát jó, mindjárt visszamegyek. Nem mondom, mentek úgyis be. Mehetek a fordítás párfajzat. Mondd el nekik azért keszek nagyjából, hogy... Így kicsúszik, van neki ilyen csúszólapja, ott elől. És így kicsúszik a kő. Ezt kell bebiztosítani. Látva, kidalva! Nem szólt senki. Vigyá, akkor kérdezzél rá, ne hogy aló kertfél menjünk. Na majd amikor erre jártuk, mentek fölfel, akkor szóljatok, itt vagyok a hetes elosztónál. Fővárosban most ülik a nép, megyünk ki, mert fogunk indulni, hogy most lassan figyelnek. Kisebb törés. Igen. Hát ennél nagyobb is. Van. Ez a kisebbek közé tartozik. Mondd valamit kezdeni. Hiába van sebességünk is most már. Megfelelő nyomás próbál, ki van téve, és ki lehet megvezni. Igen, a mozdonyosok így. Így szoktak aludni a mozdonyosok. Meg a felvédés is van írva. Benézhetek? Be. De jó szétszették. Akkor rendes ajtó volt. Igen?
Ilyen, logisztika fúrodás. Mindenhol megjelenik, azért jönnek minket is túl ezek. Kivert a víz. Lehet amúgy gondolni. Ezért kell megfogyasztani a lábát. Ja. Ez ugye a keci. Bányász kislány. Szóljatok már neki. Kicsit összén, jó? Jó. Jó, azért. Ez a legjobb fotó, hát. Ezért jöttünk ide. Gyere Gábor, egy kijöveteli fotót csinálni. Kiró. Nem vagy. Nem. Drága. Drága. Igen, igen. Nem jön le. Nem. De lejön. Vízzel, minden. Vett is, mert így kutya lesz ilyen közös többen. Ja, ott van egy. Jó, ott.